Albert Einstein mondta egyszer, ha a méhek kipusztulnak, azt az emberiség legfeljebb 4 évvel éli túl. A virágos növények nagy része ugyanis nem teremne, ha nem lennének méhek és más rovarok, amik beporozzák a virágokat. Az utóbbi néhány hétben felpörgött a vita a méhlegelőnek nevezett kaszálatlan zöld felületekről. Sokak szerint a főváros csak pénzt akar megspórolni, ezért nem vágja a füvet. Mások szerint ez egy Nyugat-Európából átvett kezdeményezés, ami segít otthonra lelni a rovaroknak. Ezt a műsort már láttuk egyszer. A története rémes. Ezt a műsort nézzük már 10 éve. A története tragikus. Állandó választási kampány az életünk. Legközelebb jövőre lehet majd voksolni, de már most kampányüzemmódba kapcsoltak a pártok. Megszületett ez a videó. Most Soros György producer újraindítaná a Gyurcsány Show-t. Nagyjából ugyanazzal a szereposztással. És hamar érkezett a viszontválasz is. A leggazdagabb magyar, Orbán Viktor, már az Orbán Show új évadára készül. Majd jöttek a reklámplakátok, és nem sokat váratott magára a fényfestéses válasz a Fidesz Lendvai utcai székházán. A pártok ideológiai szembenállásának legújabb helyszíne pedig ez. Azt, hogy pontosan mi is látható a képen, nem egyszerű megfogalmazni. Míg az egyik oldal szerint ez egy méheknek és rovaroknak táplálékot nyújtó mélegelő, a másik oldal szerint a főpolgármester alkalmatlanságának szimbóluma, vagyis egyszerűen csak gaz és gyom. Hála Istennek, semmilyen törvény nem tiltja azt, hogy a túl magasra nőtt füvet, gazt lekasszáljuk az esetlegesen emberéletekre, vagy az egészségre káros, veszélyes elemeit a természetnek eltávolítsuk. Szakértői segítség nélkül, teljesen nem szakértői módon rombolnak, azt nem tudom miként minősíteni, egyébként szerintem kifejezetten a rongálásnak a szabálysértési tényállás lesz. De vajon a főváros kaszálás nélküli zöld területei az igénytelenségnek, vagy pedig éppen ellenkezőleg a gondoskodásnak a jelképei? Budapest legnagyobb közparkjában a Szebb Napokat látott Népligetben sétálunk Katával, aki a közelben lakik a családjával. Gyakran jár a parkba, de az elmúlt pár hónapban már nem jó szívvel. Ez itt akkor toklász. Igen, egyértelmű. Az ott toklász, ez igen. Igen, ez az, ami így belefúródik. Belefúródik, hát hogyha megnézitek, akkor itt van látható a szandálomon is, tehát ennyire egyszerű egyébként összeszedni a toklászt. A nyári szabadtéri élmények elrontóját sokaknak nem kell bemutatni. Az éles, tűszerű gyomnövény nem csak a testnyílásokba képes befurakodni, hanem a bőr alá is. Ha pedig bejut, akkor nagyon hamar komoly problémákat tud okozni. A legkevesebb a gyulladás és az erős fájdalom. Az én kislányomnak is sajnos az orrába szaladt fel, mert hogy hát az én kislányom egy 3 éves lány, úgyhogy ő körülbelül nekem idáig ér, és hát azt gondolhatjátok, ha idáig ér, akkor ő nyilván ahogy fut, nyilván amennyire tudtuk, visszatartottuk őt, de sajnos elkerülhetetlen volt, úgyhogy ő kórházba kellett vele mennünk. És az órából távolították el a toklászt. A horrorisztikus történet nem egyedi eset. Azt, hogy a fás virágos pihenőhelyet a toklászerdő vette birtokba, Kitti is tapasztalja, aki Foxy kutyáját szokta itt sétáltatni. Vagy vállaljuk, hogy a kutya lába odasül a betonra, vagy vállaljuk azt, hogy ide jövünk a toklászba, és akkor az lesz a problémánk. Tehát két megoldás van. Tehát mind a kettő veszélyes a kutyára nézve. A főváros kertészeti vállalata idén tavasszal új akciót hirdetett. Úgy döntöttek, hogy a város különböző pontjain összesen 28 hektárnyi zöld felületen mélegelőket alakítanak ki úgy, hogy nem vagy csak alig kaszálják az érintett területet. Arra hivatkoztak, hogy ezeken a kevésbé bolygatott helyeken kifejlődhetnek olyan vadvirágok, amik táplálékul szolgálnak a méheknek és egyéb rovaroknak is. Ez körülbelül egy 61 centis gaz. A Népliget környékén élők viszont arra panaszkodnak, függetlenül attól, hogy mélegelő-e vagy sem egy bizonyos terület, gaz és gyom uralja a parkot. A gyomrukba belemegy, a kutyáknak a fülébe belemegy, a lába közé belemegy, és úgy megkérdezném egyébként a főkertől, hogy a magas állatorvosi költséget ki fogja kifizetni a főkert. Hogy választ kapjak a lakók kérdésére, felkerestem a főváros kertészeti cégének munkatársát. Bajor Zoltánnal az első kerületi mélegelőnél beszéltünk meg találkozót. Első dolgom az volt, hogy megmutassam neki a Népligetnél készült felvételeket. És ez tele van toklásszal. Így van. Ezek is olyan kíméleti területek, ahol nagy valószínűséggel eltüntették a tábláinkat. Sajnos a tábláink eléggé sok kárt elszenvedtek. Ezeket folyamatosan próbáljuk pótolni.
Hát igen, de az mennyire normális, hogy ilyen toklász van egy mélegelőn, úgy, hogy kutyák sétálnak itt a... Hát a mélegelőn nem kéne, hogy kutya sétáljon. A toklászt a kaszálás egyébként nagyon-nagyon terjeszti, és hogyha ezt egy kicsit extenzívebben fogjuk kezelni, ezek az állományok ezek szépen lassan össze fognak zsugorodni, és más fajok veszik át a szerepüket. Tehát tulajdonképpen pont ezzel tudjuk azt a kutyásoknak később biztosítani, amit most nem tudunk. Azt ugyanakkor elismerte, hogy volt olyan időszak, amikor elmaradtak a mélegelőn kívüli területek kaszálásával. Most volt egy nagyon hideg tavaszunk, utána berobbant hirtelen rengeteg eső, amikor megnőtt a növényzet, de ugye eső alatt nem tudunk kaszálni. Tehát volt valóban egy kis elmaradásunk, amit már pótoltunk. A mélegelők kiverték a biztosítékot a Fidesz ifjúsági szervezeténél is, akik benzines fűkaszát ragadtak, és ezzel estek neki az óbudai helyszínnek. Példát mutatva ezzel a budapestieknek, és biztatva ezzel mindenkit arra, hogy alakítsanak csoportokat, akár egyénileg, akár közösségileg, kaszáljuk le ezeket a mélegelőket még azelőtt, mielőtt ebből sokkal nagyobb baj lenne. Azt azért szeretném, hogyha az átlagos Facebook posztoló szellemi színvonalánál kicsit komplexebben néznék a világot, és elfogadnák azt, hogyha valamit furcsának is tartanak, azért mégiscsak lehet, hogy van tudatosság mögötte. De van-e létjogosultsága a városban a mélegelőknek? Megyeri Szabolcs kertészmérnök és vlogger, sokan a közismert és közkedvelt Bálint gazda utódjaként emlegetik. Szerinte igenis fontosak a mélegelők. Ha már annyi eredményt elértünk, hogy a méhek fontosságára, meg arra, hogy a méheknek kell virágpor, meg kell leszállópálya, meg a rovarok fontosságára felhívtuk a figyelmet, akkor már azért ez a csetepaté, amit az elmúlt hetekben kialakult, akkor ez talán azért már nem volt hiába. A méhek, lepkék és más rovarok is táplálkozásuk során virágról virágra szállva viszik a lábaikra és testükre tapadt virágport, amik jelentősen hozzájárulnak a magok és gyümölcsök megkötéséhez, amihez 5-ből 4 virágzó növénynek szüksége is van, hogy termőre fordulhasson. Az élelmiszerek 70%-a igényli a beporzó állatok közreműködését. Könnyen mondhatnánk Budapestről vagy nagyvárosokból, de hát miért nem mennek vidékre ezek a rovarok? És ugyanakkor azért, ha megnézzük, hogy vidéken mi a helyzet, akkor lehet látni, hogy óriási ilyen monokultúrás táblák vannak. Tehát ott, ahogy... Ez vagy búzatábla, vagy kukoricatábla. Pontosan, vagy valamilyen gyümölcsös vagy szőlő, ahol egy évben 15-18-szor permeteznek. Ahol nagyon sokszor a hasznos rovarok is elpusztulnak. Nem túl jó a méheknek sem. Az nem túl jó a méheknek sem. Az elmúlt 30 évben 25%-kal csökkent a rovarok száma, amiben közrejátszott a növényvédőszerek használata is. A városi mélegelőket viszont nem permetezik. Nagy kérdés azonban az, hogyha egyszerűen meghagyunk egy gyepes felületet, hogy hadd nőjön, majd lesz belőle valami, abból lehet-e vadvirágos rét? A Népligetben sétálva ugyanis ennek egyelőre nem sok jele mutatkozik. Ez egy igazi kuriózum. Európában... És ezt most fedezték fel, hogy itt mélegelőt létesítette? Így van. Az első kerületben viszont láthatóan már utat tört magának a természet. Nem csak saktábla lepkére lehet itt bukkani, hanem poszméhekre is, amik már fel is fedezték maguknak a korábban itt soha nem látott budai ímolát, és meg is kezdték a virágpor begyűjtését. Ahhoz azonban, hogy minden terület hasonlóan nézzen ki, türelem kell. Először jönnek az egyszerűbb honfoglaló gyomok, és aztán szépen lassan ezeket tudják felváltani, aztán a különböző, hát nemesebb virágok, amiket tényleg réti virágoknak szoktunk hívni. Van, ahol néhány hónap alatt szembetűnő a változás, máshol 3-4 év is kell. A Népligetnél ez akár jóval több időbe is beletelhet. Felmerülhet a kérdés, ha eleve virágokat szeretnének, akkor miért nem szórnak el egyszerűen virágmagokat? Azzal az a probléma, hogy ezt mesterségesen fent kell tartani. Tehát gyakorlatilag azt egy év alatt megcsinálja a gazda, letelepíti, elképesztően nagy a bekerülési költsége ennek. Tehát ugye ott fel kell szállítani. Tehát ez spórolás tulajdonképpen? Nem spórolás, hanem itt a természetes állapotoknak akarunk kedvezni. Tehát ez hosszú távon fenntartható. BKK busz kanyarodik ki az utcából, de csak ez jelzi a városi környezetet. Az apró járdasziget inkább egy kicsi vadvirágos rétre emlékeztet. Itt a 12. kerületben jelenleg 7 ehhez hasonló mélegelő működik. A tervei között azonban az szerepel, hogy néhány év alatt 20-ra növelik a mélegelők számát. Itt azonban nem a főváros és a főkert a létrehozó, hanem a 12. kerületi kormánypárti önkormányzat. Szintén kormánypárti polgármestere van Székesfehérvárnak,
ahol májusban az önkormányzat által kezelt 400 hektáros terület negyedén alakította ki mélegelőket. Gondolkodj globálisan, de cselekedj lokálisan a környezetvédelemben, klímavédelemben, az élővilág védelmében. Ez a mélegelő, ez erről szól. A Fidelitas politikusaitól is kértem interjút, nem válaszoltak a megkeresésemre. Pedig érdekelt volna, hogy mégis miben más a kormánypárti és az ellenzéki mélegelő. Ez a vita, ami nálunk még csak most kezdődött, az nyugaton már lezajlott. Németországban több mint 100 nagyvárosi területen hoztak létre vadvirágos városi réteket az elmúlt 3 évben. Bécsben nemrég jelentették be, hogy méhek millióit telepítik a megállók köré. Akkor megnézzük az egyik családot? Nézzük meg, szerintem az a legegyszerűbb. Meg is lehet kóstolni egyébként, hogyha szeretnénk. Ez csak így könnyedén bele nyugodtam. Lehet nyalni? Nyugodtan, még kijavítják. Tényleg? Igen. Nem haragszanak érte? Nem. Az egy kis tavaszi vegyes. Úristen. Igen, nyári vegyes, bocsánat. Zseniális. Igaz, a főváros nem házi méhekben és mészkészítésben gondolkodik. Ez sem ördögtől való dolog, meséli Tornyosi Csaba méhészmester. Nem kérdés, hogy a városi méhészet az egy támogatandó és adekvát dolog. Maga a megporzó rovarok védelme miatt is, illetve a haszna miatt is. A változatosság a kulcsszó. A méheknek az a előnyös, hogyha folyamatos hordás van, tehát hogyha az egyik fa elvirágzik, akkor kezdődik a másik. Egy monokultúrás területen, ahol mondjuk napraforgó van, ott 1-2 hétig kánaán van, utána pedig sivatag van a számukra. Ahol kukorica van, arra nem nagyon tudnak mit hordani, az végig sivatag a számukra. Viszont egy város, ahol ezek a fák, az akác, a japán akác, ház, stb. Egymás után virágzik, ez folyamatosan táplálékot ad a méheknek, és folyamatosan tud lenni a fejlődés. Olyannyira nem elrugaszkodott ötlet, hogy Ljubljana, Bécs, London és Kopenhága már saját jó minőségű városi mézet is termel, de nem kell ilyen messzire menni. Például Nagy István agrárminiszter is tart méheket, méghozzá a tárca 5. kerületi épületének tetején. Egy méh család egy évben akár több mint 10 kg virágport is begyűjthet, ezzel pedig rengeteg fa beporzásához járul hozzá. Arról lehet vitatkozni, hogy hogyan segítsük az életben maradásukat, de azt hiszem, az nem lehet vita tárgya, hogy ez nekünk létszükséglet. A heti naplóban György Gabriella riportját látták.